Sziasztok! Akkor indítsuk be az UH-1H helikoptert, a Hewitt. A következőképpen kell neki esni. Jobb kontroll és C-vel először is bezárjuk az ajtókat. Ha a hátsó ajtókat szeretnénk kinyitni, akkor az az alt, bal alt és a 3, valamint a 4-es. És akkor ők fogják és meg is fogják szépen a kinti gépágyukat. Ismételt megnyomásra becsukják az ajtókat. Jó, mi onnan indítunk, hogy ezt az AC voltméter szelektort AC phase-re állítjuk. Ezt egyelőre itt hagyjuk. És nem értem, miért ilyen sötét, de nem mindegy. Túlságosan világos minden más inkább. No, jó, így megállunk. Tehát, az AC voltmétert, és nem tudom, hogy miért nem látni olyan jól, de AC phase-re kell állítani. Az inverter switch marad off-on, a DC voltmétert ESS bus-ra, a main generátor, a fő generátort bekapcsoljuk, a battery-t bekapcsoljuk, és akkor meg is hallunk egy ilyen kis hangocskát, amit most le is halkítok egy kicsit. Ami azért arra figyelmeztet minket, hogy alacsony a fordulatszáma a dolognak. Ezt le is kapcsolhatjuk. Mivel áll egy helyben a rotorunk, ezért igen, elég alacsonynak tűnik ez a fordulatszám. Jó, a következő az itt a chip detektornak, ugye föl lemozgatható, de a középen kell állnia, erre figyelni kell. A force trim-et bekapcsoljuk, illetve a hidraulikát bekapcsoljuk. Illetve még egy valamit, a fő fuel switch-et. Na. Itt láthatunk mindenféle ilyen error message-et, tehát ugye ami a visszajelzők. Ezeket le is teszteljük. Mindenféle dolgot tud kiírni, ezt érdemes mindig mindenkinek magának átnéznie, de ilyenek vannak, hogy alacsony levegőbevétel, kivés, üzemanyag szűrő rossz, akkor ez a governor switch nincs bekapcsolva például, meg ilyenek. No, ups. Up. Jó. Menjünk kicsit rá rögtön arra, hogy ez az IFF, ez standby-ra egy darab jobb klikkel. Ez az NAVCOM, ezt bekapcsoljuk egy darab jobb klikkel, mert a tetejét tudjuk irányítani ugyan, de az egérgörgővel. A VHF-et is, az UHF-et TR-re, tehát itt erre a TR-re. Az FM-et is, illetve ezt AVF-re, amit rögtön le is tekerünk, mert azt hiszem, hogy ez 400... Nem, nem mindegy. És nem keresem meg, de ez ugyanaz a frekvencia, amit leírnak egyszer csak itt. Itt van. Azt mondja, hogy aticik 254, 39 vagy 125, ugye? Nekünk a 254 kell majd, mint UHF. Megnézzük. Na mindegy. Mondjuk ez lehet, hogy ez pont itt nem így működik, mert nem vad a mapom. Jó. És ezt itt hármasra állítjuk, az a torjon a megfelelő frekvencia. No, és akkor már majdnem kész vagyunk. Még egy dolog kell, az ami még fontos lehet, hogy ez a throttle,
és az egérgürgővel, vagy a page up, page down-nal tudjuk piszkálni. Ez a sárga cucc, ami körülötte van a kollektívnek, ez a kollektív. Tehát amit felemelek, ez a kollektív, ez az, hogy mennyire dönti be a helikopter lapátjait, mennyire fordítja el, és ettől függően lesz majd ugye felemelő hatásunk, felemelő hatással lesz ránk a helikopter. És ezt a kollektívet azt írja ugyan, először is egy picit mindenféleképpen, ugye a page app-a tudjuk elindítani, fölfelé tekerni. A jobb kontroll és enter billentyű lenyomásával erre majd szükség lesz. Elő tudjuk hozni ezt a kis vizériát, amivel az alsó részt, ha nézzük, az a throttle, a felső pedig a kollektív. Nos, miért érdekes ez? Mert indítást csak úgy lehet elkezdeni, hogy legalább 30-40%-ot ír a tutorial, én általában fúra szoktam rakni, és akkor utána el is indítom a repülő vagy a helikoptert. Ezt úgy tehetjük meg, hogy először is ugye úgy néz ki a dolog, hogy maximum az indítózás maximum 50 másodpercig történhet, illetve legalább 15%-ot el kell érnie a gázproducernek ahhoz, hogy utána beinduljon a repülő. Jó, próbáljuk is ezt meg. Folyamatosan lenyomva tartjuk a home gombot. Elkezd forogni a rotor. Figyeljük, hogy mennyi ideje tartjuk lenyomva. 20 másodperc. Egyre gyorsabban pörög. A gázproducer 30% fölött el is nem engedhetjük még el, bocsánat. Kicsit ugrál össze-vissza tőle a helikopter, nem baj az. És most elengedtem a home gombot. Jó. A rotor fordulatszámnak olyan 6600 körül kell megállnia. És akkor jó. No, és akkor most fogjuk és befejezzük a maradék dolgokat, ugye a powernak, a main generátornak azért lecsukhatjuk, az invertert on mainre, és a starter generátort standbyra, majd végignézzük, hogy reseteljük a Master Warningot, azért, hogy eltűnjön innen a Master Caution Panel, vagy a Master Caution Warning. Na, a Master Warning Light kialudjon, ezért reseteljük, ezt jobb klikkel tudjuk reseteljük. Reseteljük, és kész van a repülésre a helikopter. Alapból ugye egy picit felhúzzuk a throttle-t. A helikopternek az egyetlen egy abszolút úgymond hátránya, hogy trimmelni nem nagyon lehet. Azt lehet, hogy van egy gomb, ami azt hiszem, mindjárt megnézem, mert nem tudom, nem emlékszem pontosan, ami a T betű. Ha a T betűt megnyomjuk, mint ahogy látható is, én most előre tolom oda a joystickomat, megnyomom a T betűt, és én a kezemmel ugyan elengedtem a való életben a joystickot, de látható, hogy egyrészt itt is itt maradt. Ha ezt visszahúzom középre, és megnyomom a T betűt, akkor középen marad. Ugyan érzékelhető, hogy a joystickom az egy picit mozgatja. De ha ezt ide lehúzom jobbra, megnyomom a T betűt, ott marad. Ez azért jó, mert így be lehet állítani, hogy automatikusan rögtön trimmelve legyen, vagy szálljon föl, amikor megmondom neki, hogy egy kicsit adok neki egy kis kakót. Így nem kell folyamatosan tartanom, hanem innen indul rögtön a joystick. Tehát, hogy miért fontos ez? Azért fontos, mert a felszálláshoz kell az, hogy egy picit magunk felé, és ahogy látszik, ugye a normális esetben középen lenne a joystick,
a Huey-nál egy kicsit lent, és kicsit hátra, magunk felé, és egy kicsit balra kell húzni itt a joystickot, illetve a pedált is egy kicsit balra kell tolni. Na most, ha ez megvan, akkor meg lehet próbálni az úgynevezett autohover tesztet, ami annyi, hogy adunk neki kis gázt, és megnézzük, hogy egy helyben elemelkedik-e. Persze, igen, hogyha véletlenül letekeri az ember a másik joystickot, és nekem a másik, tehát az egyik trottlra rá van kötve a trottl, a másikra meg a kollektív, és sikeresen lenyomtam a földig a trottlt, úgyhogy... És látszik is, hogy egy kicsit megpróbál elmenni a helikopter, amint egy picit elemelkedik a földtől, megpróbál elmenni jobbra, ezért pedállal korrigálom. És... Az autohover teszt arról szól, hogy megpróbálunk egy helyben lebegni vele, körülbelül egy 20-30 centire a földtől. Ez ami nekem még annyira nem megy. De ugye nyilván egy picit adagolom fölfelé a dolgot. Így. Nagyjából. És ez az autohover teszt, amit normális esetben mindig meg kéne csinálni. És most kaptam meg, ahogy látszott ott a jobb felső sarokban, most kaptam meg az engedélyt arra, hogy tulajdonképpen föl is szállják. Mert addig, amíg az autohover tesztet nem csináltam meg, a torony nem ad engedélyt arra, hogy felszállják. Jó, nyomjunk egy kicsit neki kakaót. A kezelés nagyon egyszerű. Pedálokkal kell játszani, plusz a joystickkal, plusz a trottlal, plusz a kollektívvel. Tehát, hogyha sípának születtünk, már jól állunk ehhez a helikopterhez, ugyanis legalább 6 kéz kell hozzá. De a lényeg az, hogy ugye ez a trim, autotrim című dolog, ez nagyon jól jön ilyenkor. Úgyis szépen beállítom, hogy én ott szeretném, hogy tartsad a joystickot egyenesen, mondjuk így. Teszem azt szeretnék egy kicsit oldalra bedönteni a helikoptert. És ő folyamatosan itt tartja a helikoptert, ami ugye nem jó nekem, mert egy idő után oldalra fog borulni. De nyilván, ahogy szeretnék mozogni, vagy forogni, vagy ilyesmi, úgy húzom a joystickot. És a kollektívval, meg a trottlal játszom egy kicsit ahhoz, hogy ne zuhanjak le. Landolni nagyon egyszerű. Mondják is, hogy a jó landolás az, amikor élve elsétálsz a repülőtől, helikoptertől. A kiváló landolás az, amikor újra lehet utána használni a helikoptert, repülőt. Nos. Én azt mondanám, hogy egy sima, én általában úgy szoktam legalábbis, hátrahúzom a joystickot, lassuljak, leveszem a trottlt, leveszem a kollektívet, és érezhető is, hogy elkezd remegni. És simán leraktuk a skidelve. Ezt elég erősen odavágtam, úgyhogy megpróbálom még egyszer. Fölfele úgy mehet vele az ember, hogy egy helyben megáll, és hagyja az erőt teljesen fölnyomott, telibe tolt. Igen. Trottlt és kollektívet működni. De leszállni meg úgy lehet, hogy szépen lassan, ugyanezzel a módszerrel, egyenesen, arányosan csökkentve mind a kettőt. Szépen. Igen. Hát a Huey az, amivel nem tudok nagyon landolni. Meg a Su-25. De lehet vele mókázni földközelben, és lehet gyakorolni és tanulgatni. Amúgy egyébként nem egy bonyolult jószág. És itt sajnálatos módon összehat ma a Shadowplay, de a lényeg az, hogy gyakorolni kell, és akkor menni fog. Nem bonyolult.
hozzá kell szokni egy kicsit. Sziasztok!